A karcagi Arany János Általános Iskola 1994. március 2-a óta minden tanévben megrendezi az Aranyos Napok rendezvénysorozatot, ahol városi és iskolai versenyekkel, rendezvényekkel és kulturális programokkal emlékezik iskolájuk névadójára. Idén rendhagyó módon zajlottak az Aranyos Napok. Erről Szentesiné Nánási Tünde igazgatót kérdeztük. Idén 2021. március 1 és március 5-e között került megrendezésre. Hát egy kicsit a hagyományoktól eltérően ez a programsorozatunk. A megnyitó ünnepségünket március 2-án névadónk születésnapján tartottuk meg itt az iskola aulájában. A hagyományoktól eltérően csak az iskolánk tanulói és pedagógusai vettek ezen részt. Kovács Csíme, a intézményvezető helyettes asszony méltatta egyik legnagyobb magyar költőnk életútját és ránk maradt hagyatékát. Ezt a méltatást egy zenés PPT követte, amelyen élményszerűen követhették végig a diákjaink Arany János életét és munkásságát. Az erre a hétre tervezett programok rendhagyó módon kerültek megrendezésre. Sajnos második éve, hogy a világjárvány közbeszól, és át kell rendeznünk a programokat. Így ebben az évben a járványi helyzetre való tekintettel a városi versenyeket online módon szerveztük meg és bonyolítottuk le. Az idei rajzversenyünk témája Arany János családi kör című versének illusztrálása volt. Mi most otthon vagy saját iskolájukban készíthették el a jó kézügyességgel rendelkező gyermekek a illusztrációt. Összesen 58 alkotás érkezett erre a felhívásunkra a városból, aminek nagyon örültünk. Nagy számban és energiát nem kímélő gyönyörű pályaművek érkeztek. Nagyon nehéz volt a zsűri döntése. Végül sikerült minden korosztályban az első három helyezést és a külön díjakat is kiosztani. A városi irodalmi verseny is rendhagyó volt idén. A maximum 4 fős csapatok feladata most lapbook készítése volt saját közösségükben. A témája Arany János élete, vagy egy művének feldolgozása volt. 7 nagyon ötletes pályamű érkezett. Városi irodalmi versenyünk is rendhagyó módon került megrendezésre. Ugye az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt itt az iskolában ünnepélyes keretek között egy irodalmi, városi irodalmi verseny zajlott, amely 4 fős csapatok jelenlétével bonyolódott le, és ahol bizony számot kellett adniuk Arany János munkásságával, költeményeiről, mindenféle irodalmi feladatok kapcsán. Most ebben az évben szintén 4 fős csapatok jelentkezését vártuk a városból, de az ő feladatuk az volt, hogy saját iskolájukban, otthoni közegükben készítsenek egy labbookot, amely tükrözi Arany János vagy életútját, vagy valamelyik életművének a feldolgozását, ami megragadta őket. Örülök annak, hogy a városból 7 ilyen pályamű érkezett, amely szintén itt a hátam mögött megtekinthető még a jelenléti oktatásban résztvevő tanulók számára, egyébként ők már végig is lapozták ezeket osztályonként, és itt is megtörtént a helyezések megállapítása. Ezeket a labbookokat egyébként iskolán könyvtárában őrizzük, illetve azok a csapatok, akik szeretnék ezt visszakapni és őrizni saját iskolájukban, azt is vissza fogjuk majd küldeni. A toldi erőversenyt is iskolai keretek között saját tanulóikkal bonyolították le. A toldi erőversenyünk is egyébként egy városi rendezvény, ahol tulajdonképpen a város iskoláiból érkeznek erős, magabiztos nagyfiúk, és összemérik a valódi erejüket. Hát ebben az évben sajnos csak iskolánk tanulói vehettek részt, azok a gyerekek, akik érdeklődnek az erősportok iránt is, és természetesen az iskolánk tornatermében a rúdtartás, a kötélmászás és a különböző erőfeladatokban meglett a bajnok, toldi utóda, úgyhogy ez is kikiáltásra került. Az Aranyos Napok rendezvénysorozaton belül iskolai programjaink is vannak hosszú-hosszú évek óta. Voltak olyan rendezvényeink, ahol a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt vissza kellett lépnünk bizonyos
akadályversenyektől, ahol tömegesen vettek volna részt a gyerekek, az akár az udvarunkon is. Ezeket majd pótoljuk, nagyon reméljük, hogy a közeljövőben még a tanévzárás előtt lesz alkalmunk rá. Az idei versenyek is maradandó élmény nyújtottak a résztvevőknek, de sajnos több program, például az akadályverseny és a közösségépítő találkozások egykori aranyosokkal most is elmaradtak. Szívügyünk Arany János méltatása kulturális hagyatékának, irodalmi munkásságának a méltatása. Én azt gondolom, hogy minden évben és ebben az évben is méltón emlékeztünk meg a lehetőségekhez képest Arany János életéről és munkásságáról. A zenés PPT-nk, ami egy nagyon érdekes életét és munkásságát felülelő előadás bemutató lett, most is megtekinthető iskolánk Facebook oldalán, illetve honlapunkon.